Sziasztok! Günther vagyok! Repi vagyok! Egy fehér kenyér fogunk sütni ma. Pontosan 6 darabot. Kemény szépen. Fogadjátok szeretettel. Jó reggelt mindenkinek! Jó reggelt! Tehát fehér kenyeret fogunk készíteni. Összesen 7 kg lisztet fogunk felhasználni, és első lépés az. Ökeltünk itt korán Günther barátommal, hogy elkészítjük a kovászt. Úgyhogy csapassuk testvérem! Jó, megcsináljuk! Gyerünk! 7 kg lisztből 2 kg BL80-as lisztet fogunk felhasználni a kovászthoz. Ezt most szépen átszitáljuk. Továbbá 1,2 deciliter vizet fogunk felhasználni a 2 kg liszthez. Ti mész még nekem 2 deciliter? Még 2 deci. Jó, és akkor itt a 2 deci vizé. Olé! 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 No, továbbá 2 dekagram élesztő. Hoppá! Amit így belemorzsolunk. 2 dekagram. Most akkor elkezdem összedagasztani. Összeállt a tésztánk. Látjátok, hogy ezen lesz, semmi nem maradt. Kész a kovász. Kész a kovász. Ezt mi most? Ezt letakarjuk. 8 óra hosszára félre tesszük. Meleg helyen. Hát igen, azért. De hogy megfázol a tésztán. Na. Pihenjünk egy kicsit és délután újra állunk. Folytatjuk. Eltelt 8 óra hossza, kovászom dolgozott el keményen. Ó, de szép. Na, akkor én azt mondom, hogy állítsuk össze a kenyérnek a tésztáját, jó? Kovászt ezt kivesszük. Itt a kovászunk. És 5 kg BL80-as lisztet szépen beleszukálunk. Na, benne van az 5 kg lisztünk, benne van a kovászunk, és most jön a víz. A víz? 3 liter víz? Így van, 3 liter vizet teszünk hozzá. Ez kimérem, pontosan. Jó, és fontos, hogy langyos, jó kézmeleg, langyos víz legyen, mert avval fogjuk beállítani a tészta hőmérsékletét. Jöhet a 10 dekagram élesztő. Jó. Oké. Okay. Só, 20 deka, 20 deka. Só, azt meg beletesszük ebbe a kis vízbe. Így ezt is egy kicsit megoldjuk. Megvan. Ez az. Jó, elkezdjük összedagasztani.
Látjátok, hogy a kezemtől a divásra teljesen elválik. Jó, oké. Ez egy kis lisztet rá. Letakarjuk. De én megiszok. Ezt hagyjuk egy jó 40 perc. Hát olyan körülbelül 40 perc, így van. Günther, eltelt 40 perc. Jó. Nézzük meg, hogy állt tisztánk. Oda nézzetek, milyen szépen dolgozott. Jó, puha. Na, elkezdjük feldolgozni. Szerintem előtte fel van csak egy sör. Na, hozzáállva. Hát nem nyúlok a lisztbe. Egészségetekre. Akkor elkezdjük feldolgozni a tésztát. Első, hogy 6 egyenlő részre fel fogom csípni. Körülbelül 1,80 kg dekások lesznek. Pontosabban a 6. Na, fölcsípjük a tésztát, és most szépen felvirgoljuk a tésztáinkat. Ahogy Günther barátom mondja, amúgy virgulás. És hagyjuk egy kicsit pihenni a tésztákat, letakarjuk, és aztán újra átdolgozzunk. Körülbelül 5 perc. Akkor van idő meginni egy doboz sör. Simán. Na, Günther, amíg pihen a tésztánk, előkészítjük itt a... Hello, mit csinálsz, testvére? Jó, előkészítjük itt a szakajtókat, jó? Kosár. Kosár, szakajtó. Jó, és jön a második átdolgozása. Újra átvirguljuk a tésztákat. Elkezdjük a kenyereket tehát bevetni, egyet már beraktunk. Na, de nézzetek, milyen szépen megkelt. Szépen ráborítom. Lemossuk a kenyeret. És bevágjuk a kenyeret. Eltett 30 perc, ránézzünk a kenyérre. Kicsit átforgatjuk. Tehát 60 perc, megsült a kenyér, kivesszük.